Most kezdtek el kopácsolni. Pont most ebben a pillanatban, ahogy rányúltam a felvétel indítása a gombra. Sziasztok! A mai videóval egy új sorozatot szeretnék elindítani itt a YouTube csatornámon, aminek a címe 7. 7 dolog. Nem tudom, hogy sorozat lesz-e belőle, mert ez attól is függ, hogy nektek hogy tetszik, milyenek lesznek a visszajelzéseitek. Egyrészt egy ilyen beszélgetős videó sorozat is lehetne, másrészt mondjuk olyan, hogy 7 dolog, ami a neszeszerembe kerül utazásom során, vagy 7 kedvenc sminktermék. A mai videó témája az az lesz, hogy 7 dolog, ami bosszant a sminkeléssel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, aztán majd meglátjuk, hogy fog nektek tetszeni. Ja, még annyit, hogy kicsit nosztalgiázom, visszamentem ilyen retróba és előkerestem a hajpántomat, ugyanis a bébi hajak átvették az uralmat a fejem fölött, és egyszerűen semmi mással nem tudom már őket kódában tartani, csak egy hajpánttal, meg még így is le van tűzve néhány ullancsattal. Szóval, akinek nem tetszik ez a hajpánt, azt sajnálom, de sokkal hülyében néznék ki, hogyha itt így kiállnának a bébi hajak, úgyhogy marad a hajpánt. Szóval akkor 7 dolog, ami bosszant a sminkeléssel kapcsolatban. Az első, ami biztos vagyok benne, hogy mindenkivel megtörtént már, velem minden egyes sminkeléskor megtörténik, és nem tudom, hogy én vagyok extra béna, vagy rosszul használom a szempillaspirált, de minden egyes sminkelés alkalmával a szempillaspirál felkenődik a szemhéjamra. Ugye mivel ez a szemsmink elkészítésének az utolsó lépése általában, így nyilván ugye fent van már egy szemhéjpúder, egy szép szemsmink, egy kész, komplett szemsmink, és akkor jövök én a szempillaspirállal, és összekenem. És akkor az a harc, hogy hogyan szedjem le úgy a szempillaspirált, hogy közben ne mossam le a szemfestéket, meg hogy így ne roncsam el a sminket, amivel előtte dolgoztam x percig. Nem tudom, hogy nekem vannak túl hosszú szempilláim, vagy túl nagyok a szempillaspiráljaimnak a keféje, vagy nem tudom, de én egyszerűen akárhogy tartom a fejem, és akárhogy trükközöm, és tök mindegy. Tudom, mi lenne a megoldás. Oda teszed mondjuk egy kártyát, csak egy névjegykártyát, és akkor már is nem kerülik össze. Na, már megérte, megcsinálom ezt a videót. Igen. A második dolog, ami idegesít, nem is inkább a sminkeléssel, hanem a smink termékekkel kapcsolatban, amikor bemész egy drogériába, kiadott a kis összegyűjtött pénzedet valamilyen sminkre, az a mész, kinyitod, és azt látod, hogy valaki belenyúlt már előzőleg abba a szemhéjpúder palettába, pirosítóba, akármire. Tehát, hogy nem tudom felfogni, hogy hogy működnek az emberek, azért a legtöbb dologból van kint teszter a drogériában. Ha nincs, nem nyúlok bele abba, ami nem teszter. Tehát nem fogok nekiállni, hogy fölbontogatni a pirosítót, meg a nem tudom én micsodát. Ugye nagyon sokszor van olyan, hogy valaki belenyúl valamibe, és úgy gondolja, hát ez nem tetszik, nem veszem meg. Mert hogyha még megveszi, akkor ugye a sajátjában nyúl bele, tehát az úgy oké. Mondhatnám, hogy oké, de nem, nem. Légy szíves, ne nyúljatok bele a drogériában azokba a sminkekbe, ami nem teszter. Azért van kint a teszter, hogy azt próbáljátok ki, ha meg nincs, akkor sorry, akkor nem tudod kipróbálni, akkor nézd meg a neten swatchokat, teszteket, és utána döntsd el, hogy akarod-e, de ne nyúj bele abba, ami nem teszter. Please! Teljesen ideálisak egyébként a körülmények videózáshoz, tehát kalapálnak, a nap elmegy, visszajön. A hármas számú bosszantó dolog a sminkelésben, amikor otthon felkensz egy szép szájfényt, és kimész az utcára, jön egy szél, és belefújja az utca összes porát, és hosszát, és a hajadat, és mindent. Nem akarom tudni, hogy mi kerül a számra. Jobb, hogyha nem tudom, szerintem ott még akár döglött hangja is lehet a számon, amit így belefúj a szél. Undorító. A következő dolog, ami baromira tud még bosszantani sminkeléskor, és ez főleg egyébként általában így télen jellemző, amikor ugye reggel még sötét van, mikor készülődik az ember, és ugye villanyfénynél készítjük el a sminkünket, amit hát úgy gondoljuk, hogy nagyon szépen megcsináltunk, aztán amikor kilépünk a természetes fénybe, kiderül, hogy tökre nem úgy néz ki a sminkünk, ahogyan bent kinézett,
lehet, hogy nem is dolgoztuk el szépen az alapozót, lehet, hogy csíkos, lehet, hogy a szemsmink maszatos lett, mert nem satíroztuk el rendesen, de bent a fényeknél úgy látszott, hogy minden tök jó, de amikor meglátod magad odakint, akkor így megkérdezed, hogy ezt a sminket tényleg én csináltam? És erre tényleg azt gondoltam, hogy jó lett? A következő az inkább megint sminkekhez kapcsolódik, nem konkrétan a sminkeléshez. Mondjuk bemész egy drogériába, meglátsz egy új terméket, hú, végre van valami újdonság, ki akarod próbálni a tesztet, és ugye, hogy ugye ránézel a, nem tudom, mondjuk egy palettára, akkor van egy olyan elképzelésed, hogy milyenek a színek, meg milyen az állaga, meg milyen a pigmentáltsága, és belenyúlsz, és tökre nem olyan. És egy óriási csalódás. Olyan lelombozó, mikor úgy vársz valamit, úgy ránézel, és úgy gondolsz valamit, hogy milyen lesz, és tökre nem olyan. Nem pigmentált, forol, nem szép, nem olyan a színe, mint amilyen a palettában. Nem is az, hogy bosszantó, de olyan lelombozó. A hatodik dolog, ami nagyon idegesít a sminkelésben, az az, amikor mondjuk készíted a szemsminkedet, lepotyog a szemed alá szemhéjpúder, vagy mondjuk felviszed a szempillaspirált, és lepotyog a szempillaspirálból az arcodra. És te egy ilyen az a mozdulattal le akarod söpörni, és azzal a mozdulattal húzol egy csíkot itt az arcodon. Ez mondjuk nem probléma akkor, hogyha a szemsminket készítetted először, és utána készíted az arcsminket, de ha mondjuk először készítetted el az arcsminket, tehát vitted fel az alapozott púder, pirosított, és azon kened el a fekete szempillaspirált, vagy egy sötét zöld szemhéjpúdert, és akkor ott lesz egy ilyen indián csík, hát akkor ezt toljuk meg okosba, úgyhogy közben ne töröljük le a sminket. Na, ez nagyon utálom. Vagy mondjuk, ha nap közepén történik ilyen, hogy lepereg a szempillaspirál, és azt hiszed, hogy azt így szépen így le tudod söpörni, és közben húzol egy csíkot. Ez is egy érdekes szituáció. És az utolsó, ami kicsit egyébként kapcsolódik az előzőhöz, amikor elkenődik a sminkem, vagy elkenődik a rúzsom, mondjuk rákenődik a fogamra, és nem szól senki. Lányok, ha engem úgy láttok, hogy nem tudom, lefolyott a szempillaspirál, vagy elkenődött a szemfesték, vagy rúzsos a fogam, vagy kiment a rúzs a szám szélénél, légy, szóljatok rám, mert szerintem nincs annál kínosabb, amikor akár órákon keresztül úgy járkálsz, hogy rúzsos a fogad, és ki tudja hány emberrel találkozol, és érted, mi vagy valami fontos találkozott van, és úgy vész el, hogy rúzsos a fogad, vagy le van folyva a szemfestéket. Jó, persze nyilván az ember azért időnként csekkolja magát tükörben, meg elmegy olyan felületek előtt, ahol láthatja magát. Én biztos, hogy szólnék, hogyha így látok valakit. Nekem ez nem ciki, tehát én inkább örülök neki, én megköszönöm, hogyha szólnak. Nekem sokkal rosszabb az, hogyha mondjuk hazaérek és látom, hogy valami nem volt rendben, és így belegondolok, hogy úristen, vajon mióta mászkáltam, így hány emberrel találkoztam, és mit gondolnak rólam, hogy el volt kerülve a sminkem. Engem baromi bosszant, amikor valaki nem szól ezért, hogy kislány, nézd már a tükörbe, hát valami van ott, ami nem oda való, és nem ott kéne lennie. Szóval légy szíves, nekem szóljatok mindig, hogyha valami el van kerülve. Én is fogok nektek szólni, azt tudni. Ez volt az a hét dolog, ami engem baromira bosszant a sminkeléssel, illetve a sminkekkel kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy vannak egyezéseink, úgyhogy írjátok meg ti is kommentben, hogy mi az, ami titeket bosszant. Illetve, hogyha van valamilyen ötletetek, tippetek, hogy milyen témában csináljak még ilyen hét dolog videót, akkor azt is írjátok meg, meg hogy egyáltalán hogy tetszett ez a videó, van-e értelme ezt csinálnom, vagy inkább hagyom a fenébe. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhetek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!